Boglár Andor családokkal, kedves lakosainak életmódjával kapcsolatosan végzünk felméréseket, közvéleménykutatást. És egy néhány kérdésre várnám csak a választ. Egy pár perc az egész, tényleg nem tart sokáig. Pár perc. Én ragaszkodnék a holnapi naphoz. Átüljünk. Köszönöm szépen. Foglalj a helyet, kikapcsoljunk a CD-t. Megyek, csak nem zavar. Lássuk akkor a kérdéseket. Először is, mi az önök legmagasabb iskolai végzettsége? Egyetem. Mindkettőt? Igen. Tehát mindkettőknek befejezett felsőoktatási intézmény? Jó. Véleményük szerint mennyire mennek jól a dolgok az önök lakóközösségében? Osztályozzanak kérem az iskolai érdemélyeknek megfelelően. Akkor bukás. Hát az egyes azt jelenti, hogy egyáltalán nem mennek jól a dolgok, az ötös pedig, hogy kifejezetten jól mennek. Kifejezetten rosszul mennek. Önnek is ez a vélemény? A párom nagyon finoman fogalmazott. A véleményük szerint a helyi önkormányzat mennyire ismeri a lakóvezet problémáit, gondjait? Teljes mértékben, nagy mértékben, kis mértékben, vagy egyáltalán nem? Hát ez attól függ. Önök házasok. Hogy jön ez ide? Hát semmi, csak lapoztam, átugrottam egy pár kérdést. Szóval, házasok? Azok vagyunk. Papíron? Ezt hogy érted? Kérlek, ezt hogy érted? Semmi, hogy papírunk is van róla, hogy házasok vagyunk, meg hivatalosan is házasok vagyunk. Értem, tehát házasok. Igen. Elnézést, hogy egy kicsit megzavarodtam. Ez névházasság? Dehogy névházasság. Én csak azt mondtam, hogy papírunk is van róla. Éreztem a hangodban némi gúnyt. Csak leszögeztem egy tényt. Ezt kifejteni? Mit? Önnek ez hanem egy házasság? Első. Esetben utolsó. Ezt most tőlem kérdezed? És mi ott a házasság? 2 éve. 3. 2,5. És előtte mennyi még volt a helyet? Szintén 2,5. Csak 2. És ön felvette a férjének? Nem lehet, hogy a lényeget kérjük. Kérem, pont ez a lényeg. Papíron fölvettem, nem? Hogy hívnak? Nem vettem fel. Nem vetted fel. És tulajdonképpen miért házasodtak össze? Ezt most komolyan kérdezi? Nézze, nem ülnek itt, ha nem venném komolyan azt, amit csinálok. Szóval, miért? Hogy jutottak erre az elhatározásra, hogy csak nem jött a baba. Nem. Kölcsönt kellett fölvennünk azért. Van még kérdés? Van. De kérem, az iskolai érdemények segítségével mondják meg, mennyire elégedettek a házasságukkal a jelen pillanatban? 1-es egyáltalán nem, 5-ös pedig teljes mértékben. 5-ös. Most akkor mit írjak be? Beírok egy 4-est. Azt írva, amit akar, csak haladjunk tovább, jó? Csak polgári vagy egyházi esküvős volt? Ha volt egyházi, melyik? Csak polgári volt, de nem értem, hogy hogyan ez ide. Gyerek? Feleségét kérdezze. De tervezi? Kissé váratlanul jönnek ezek a kérdések. Talán üljön a maga is. Majd én nem dob, hogyha akarok, jó? Nem lehet, hogy rossz helyen jár. Valamelyik subat is, hogy hívják, hogy jó sok gyerek van. Szerintem oda kellett volna mennie, nem? Nézze a számítógépes nyilvántartások az önök címét. Fejezzük be, hogyha lehetséges, annak semmi értelme nincsen. Rendben. Tehát születtek-e önöknél tervek a gyermekáldással kapcsolatban? Miért érdekli ez magát?
De engem kérde nem érdekel, én csak felolvasom a kérdéseket. Jó, vannak bizonyos elképzeléseink. Ha tudni akarja. De konkrétumok nincsenek. Már hogy konkrétan nincs? Ne haragudjon, ez egy nagyon kínos téma számunkra, és nagyon örülnék, hogy hamarosan befejezzük. Hát most ez miért kínos? Hát mi van ebben kínos? Ez is szeretve a kérdőjében. Hát ez éppen nem. Na látja, azt kérdezem, hogy oda van írva, aztán zárjuk rövidre ezt a beszélgetést, jó? Rendben. Tehát születtek önöknél tervek a gyermekáldással kapcsolatban? Nem születtek se tervek, se gyerekek, mert ez nem téma. Intenzív házas életet él? Várja meg a menet! Beállít ide hivatalon, és azt akarja, hogy ilyen kérdésekre válaszoljuk magának. Hogy képzeli? Szégyelje magát! Feleségek után maga. Felveszik, nem tervezik. Hányadszorra sikerül, mivel védekezik a felesége? Jó. Tehát nincs válasz. Mesélj! Jó. De... egyszer akartunk. Azt hiszem, hogy nem akartunk, de... tudják, a feleségemet nem lehetett. És mi történt? Semmi. Vége lett. Milyen fogamzásgátló módszereket alkalmaznak? Ne haragudj, ez nagyon tapintatlan téma. Jó, ő is csak a munkáját végzi. Semmilyen. Én ebben nem vagyok hajlandó részt venni. Az elmúlt egy évben szorult-e nőgyógyászati kezelésre? Igen, nem? Nem tudja, melyiket húzza alá. Nincs válasz. Nincs válasz, X. A férj szorult-e az elmúlt egy évben körzeti, illetve háziorvosi kezelésre? Nincs válasz, X. Tulajdonképpen szorultam. Igen? Egyes? Milyen jellegű volt az a kezelés? Andrológusnál jártam. Andrológus az? Az mi? Aki megállapította, hogy nekem nincs. Hogy mi nincs? Ne haragudj, ez csak rám tartozik. Mindegy, hajt. Megállapította, hogy nekem nincs megfelelő számú mozgékony spermiumom. Magának sem egy gyereke? Nincs válasz, X. Ezt maga tudta? Drága uram, elég későre jár. Nem lehet. Voltak bizonyos elképzeléseink, különböző alternatívák. Örökbefogadás, spermabank, stb. Tudja, én egyik esetre szimpatizálok, az mégsem a sajátomnak. Értem. És szoktak erről beszélgetni? Ja, sajnos egyre ritkábban. Értem én. Kerüljük a témát, igaz? Nem szabadna. Ja, persze. Hát milyen megoldás? Azt maguk ki fogják találni. Még egy utolsó kérdést engedjenek meg, aztán mert nem is ragom tovább az időket, még úgyis mennem kell a Szabó Zsanethez. Jó, sincs gyerek. Oda másikből kifűl a keletoltás lenni. Mm-hmm. Nos, lássuk akkor az utolsó kérdést. Épp itt az ideje. Önök szeretik egymást? Már ennyi elég is. Köszönöm, hogy válaszaikkal segítették cégünk kutató munkáját. Nem is rabom tovább az idejüket a viszontlátásra. Viszlát. Viszlátás. Megőrültél? Minek mondtad el az antrológus? Egyenes kérdésekre egyenes válasz. De Gábor, ilyen nincsen. Senki sem tudja, még az anyát sem, és akkor ide jön egy ilyen vadidegen, és kipofázol neki minden. Mert valakinek végre elmondtuk az életünket, történetünket. Az életünket? Szerint
szerinted ebben összegződik az életünk, amit ennek a pöcsnek itt összehordtunk? Nem, nyilván nem ezt mondtam. Eleve felháborít, hogy idejön és ilyen kérdésekkel zaklat. Fel kéne jelenteni a cégnél, ahonnan jött. Honnan is jött? Nem tudom, nem emlékszem. És a kiplecskával, amit a házban, mit tudom, én átmegy a subaticsékhoz, amit a subaticsék tudnak, az fél óra múlva mindenki tudja, ezt akarod? Nem, nyilván nem. Arról is beszél, hogy egyre jobbak az eredményeink. Lehet, hogy fél év múlva nem is lesz igaz az egész. Ja, várj csak mindent. Csináltam. Igen, de olyan rég beszélgettünk már, hogy Isten igazából erről is... Ez. Jó, de most hogy fogsz holnap végigmenni a lépcsőházban? A subadics meg az ordinári masszák rajtad fognak poénkodni. Szarok rá, mert azt hiszem, hogy hazudtunk a kérdező biztos. Kézi azt. Jó, akkor menjünk utána és mondjuk meg, hogy csak vicceltünk. És nem hajlandó kihúzni? Dehogy nem, neki pont az az érdeke, hogy az igazságot közvetítse, nem? Majd azt mondjuk, hogy próbára tettük a hitelességét, meg különben is, orvosi titoktartás. Nem, szerintem ki kéne mutatnunk az egész kérdőívet. Jó, akkor mutassuk ki az egész kérdőívet, csak menjünk. Menjünk, hogy... Nem kérdőívet, nem tudom. Menjek én is. Nem szeretnék egyedül menni. Szeretném a felelőt. Szeretném a jövő tényeket is felemérni. Jövő tényeket is. Tényleg szeretném.